napja nem eszek, se sokat, se kevesen. 20 esztendő hatalom, 20 esztendő melatonin. József Attila Tiszta szívvel című versének feldolgozását is hallhatta a közönség a Pecbányai Duó előadásában, a Neumann János gimnáziumban. Az intézményben tanuló páros számos magyar klasszikus költő művéből idézett, az Irodalom Visszavág című kulturális délutánon. Az eseményt az Iskolai Könyvtárak Világhónapja alkalmából rendezték meg, melynek idei témája az iskolai könyvtár, mint a boldogság, a kreativitás és a képzelet fellegvára volt. Molnár Ferenc pedagógus az olvasás népszerűsítése köré szervezte előadását. Csavargatjuk a csavarokat naphosszat, napi 8 órában, és akkor nem nagyon nézünk ki, ebből nem reflektálunk semmire, és az irodalom, a művészet általában, meg a szerelem valahogy kiúzza az embert ebből a világból, és valamire ráirányítja a figyelmet a valóságra, a létezés alapkérdéseire, saját magamra, hogy ki vagyok én, mit csinálok, mi az értelme az életemnek. Az iskolai könyvtár tudásközpontként működik az intézményen belül. Nem csak a nevelő munkát segíti, hanem az itteni szakkörök és rendezvények miatt nagy szerepe van a közösségépítésben. Ezért is csatlakoztak az olvasás ünnepéhez, mondta az intézmény könyvtárosa. Nagyon fontos az életünkben a könyvtár, és ami a programunknak a célja, elsősorban az, hogy a gyerekeknek megmutassuk azt, hogy milyen csodálatos a könyvtárak világa, illetve, hogy megmutassuk, hogy itt a falak között milyen hatalmas kulturális értékeket őrzünk. Elhangzott az is, hogy szeretnének hagyományt teremteni az eseményből, így remélik jövőre is csatlakozhatnak az iskolai könyvtárak világhónapjához. Két karommal átölellek, s nem fél.